Köszöntöm Önöket! Napi nehézségeket okoz a kórházban a közlekedés és a parkolás. Ennek megoldására új forgalmi és belépési rend lép életbe szeptember 1-től. Ezeken a felvételeken látszik, mennyire telítve van a kórház parkolója. És mielőtt azt gondolnák, ezek a látogatók autói, sajnos azt kell mondanunk, nem feltétlenül. Sokan próbálkoznak azzal, hogy itt tárolják az autót, míg ők ügyes-bajos dolgaikat intézik vagy végzik munkájukat valahol a városban. Mindez jelentős fennakadást okoz a betegellátásban, hiszen sok esetben a betegszállító sem tud megállni. Pont azok nem tudnak eljutni a kórházban a megfelelő helyekre, szakrendelésekre, ambulanciákra, akiknek tényleg a leginkább indokolt lenne, illetve a kórháznak a belső működése is, az anyagszállítás, a tiszta ruha, a szennyes ruha, a gyógyszer szállító autók nem tudnak a megfelelő bejáratoknál leparkolni, és a szállított anyagokat a célosztályokra letenni, mert talán lehet mondani, autó-autó hátán van a kórház udvarban. Tervek szerint szeptember eleje után minden gyökeresen átalakul. Kórházba természetesen bejöhet ezután is bárki, akinek itt valamilyen intézővaló dolga van, viszont arra szeretnénk ösztönözni az autóval behajtókat, hogy lehetőleg a dolguk végeztével minél hamarabb ki is hajtsanak a kórház területéről, tehát jöhessenek be a következő emberek, akiknek itt valamilyen intéznivalójuk van. Ezt a célt egy olyan beléptetési rendszer szolgálja meglátásunk szerint legjobban, ami időarányos fizetési kötelezettséget ró a behajtókra. A behajtáskor egy parkoló cédulát kell majd húznia az itt látható automatákból, és kihajtást megelőzően majd a kórház területén elhelyezett parkoló automatákba kell a jegyet érvényesíteni, a bent töltött idővel arányos parkolási díjat kifizetni, és ezt követően az érvényesített jeggyel lehet majd elhagyni a kórháznak a területét. Ezzel együtt a forgalmi rend is jelentős változáson esik át, aki rutinból akar bent közlekedni, kellemetlen meglepetések érhetik. Korábbiakhoz képest egyik jelentős változás az az lesz, hogy itt a gyerekosztály és a elmegyógyászati épület közötti útszakaszt egyirányosítjuk. Ugye eddig a kórháznak a be, illetve kihajtására is ezen az útszakaszon történt, de ez egy elég keskeny út. Itt elég gyakran volt közlekedési fönnakadás, egymásra vártak a szembe közlekedők, ezért ezt egyirányúvá tesszük, és az elmeépületet megkerülve fogjuk biztosítani a kórházból való kihajtásnak a lehetőségét, így a be- és kihajtó forgalom gyakorlatilag nem találkozik egymással, zökkenőmentesebbé válik a közlekedés. Most az az útszakasz mellett állunk, ami majd a kijárata lesz a kórháznak. Ez az elmegyógyászat és C épület mögötti eddig kevéssé használt út, ez igen rossz állapotban volt, rossz burkolattal és gödrökkel. Mielőtt az új közlekedési rendet bevezettük, itt kénytelenek voltunk ezt az útszakaszt rendbetetetni, annak érdekében, hogy erre a szakaszra terelt nagyobb forgalom az zökkenőmentesen, tényleg zökkenőmentesen tudjon közlekedni és a kórházból kifelé haladni. Ugye ezt annak érdekében is tettük, hogy nem csak nehezíteni szeretnénk a kórházból behajtó autósoknak az életét, ez se öncélú egyébként, hanem lehetőség szerint könnyíteni is. Ehhez tartozik ez az intézkedés, hogy egy útszakaszt új burkolattal láttattunk el, illetve még tavaly ősszel épültek már új parkoló területek is a kórházban, annak érdekében, hogy ha már valaki behajtott, akkor itt kulturáltan normálisan tudjon közlekedni, illetve az autóját elhelyezni. Megváltoznak a parkolás feltételei is, mondja Németh Csaba. Az első óra ingyenes lesz mindenki számára. Ezt követően egy a városi díjszabásnál olcsóbb díjzóna veszi kezdetét, és a harmadik óra után emelkedik magasabbra a tétel. Az ellenőrzést a mozgóőrök folyamatosan végzik majd. Ez összességében parkoló automatikával, burkolattal 20 millió forintos nagyságrend, amit a kórháza
saját költségvetéséből kell, hogy biztosítson, és amire egyébként nagy részt fedezetet ad az a behajtási díj, amit a rendszernek a működtetéséből be tudunk szedni és finanszírozni. A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy az elmúlt 10 esztendőben folyamatosan csökken az öngyilkosok száma. Ennek egyik oka a mentális betegségek megítélésének pozitív változása. Ezzel együtt Magyarország a világranglista 20. helyén áll a befejezett öngyilkosságok tekintetében. Hogy ugyanezek a gondolatok fordultak meg annak a férfinek a fejében, aki nemrég vetette le magát egy toronyházból, nem tudni. Azt azonban igen, hogy tipikusan vetett véget életének. A férfiak jelentős számban olyan módot választanak, mely nagyobb valószínűséggel végződik végzetesen, mint a nők. Kertész Ágnes pszichiáterrel az okokról és az előzményekről is beszélgetünk. Köztudott, hogy a mentális zavarokban szenvedők voltak azok, akik leggyakrabban önkezőkkel vetettek véget az életüknek. Gyakorlatilag 5-12% volt az a szám, akik semmilyen pszichiátriai betegségben nem szenvedtek. Kiemelném a nem kezelt depressziósoknak a számát, hiszen ők voltak azok, akik leggyakrabban valamilyen öngyilkossági formában vetettek véget az életüknek. Ezek közül a gyógyszeres, illetve az önakasztásos kísérletek voltak a leggyakoribbak. Az öngyilkosság mindig üzenet. Üzenet magunknak, a világnak és a családnak arról, hogy nincsen hely, nem találja a halálba készülő helyét a világban. Gyakorlatilag a tapasztalat az, hogy a befejezett öngyilkosok hosszan-hosszan készülnek erre a cselekedetre, és hogy végül is nem találnak kiutat, nem találnak visszavezető utat az élethez, az emberekhez. Muszáj tennünk, hogy gyakorlatilag ne így fejeződjön be egy élet. Én azt gondolom, hogy azoknak a közösségeknek is nagyon nagy szerepe van, amik képesek megújulni, és egy megfelelő szociális hálót építeni, amiben az idősek, a fiatalok megtalálják a helyüket. És azt hiszem, hogy azt is ki kell emelnünk, hogy ugye megváltozott az utóbbi években a munkához jutás is. Korábban az alacsony végzettségű, elvált vagy özvegy férfiak közül kerültek ki azok, akik véget vetettek leggyakrabban az életüknek. Ma már sokkal több a munka lehetőség, és én azt gondolom, hogy annak is köszönhető az, hogy a férfiak között is jelentősen csökkent az öngyilkosságoknak a száma. Magyarországon ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 100 000 emberből 20 vetett véget az életének. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon magas szám a környező országokhoz képest. Hogyha csak Szlovákiára gondolok, ugye ott 12-en, Ausztriában 80 100 000 ember közül, és sajnos még ebben a statisztikával is mindig a sereghajtók között vagyunk. A tavalyi statisztikával gyakorlatilag a 17. helyről a 20-ra estünk vissza a világ statisztikában, amik én azt gondolom, hogy még mindig nagyon jelentős számok. Ezzel együtt az elmúlt 30 esztendőben folyamatosan javul a helyzet. Egyre többen találnak más megoldást a problémákra, mint a gyógyszert, a kötelet vagy egy magas ház tetejét. A Tolna megyében elkövetett öngyilkosságoknak száma ez 50 volt. Ez a környező megyékhez képest viszonylag alacsony, de a lakosság számához képest magas. Itt is kiemelném, hogy az időseknek a számát, 19-en voltak azok közül, az idősek közül öngyilkosak, akik gyakorlatilag az 50-50-es létszámot kiteszik. Természetesen itt is a 35% volt a nő, és a magasabb arányszám az a férfiaké volt.
A kísérletekben a nők vezetnek, tehát hogy gyakorlatilag 15-20-szor gyakoribb a nőknél az öngyilkossági kísérleteknek a száma, de a férfiaknál jelentősen magasabb a befejezett kísérlet. Akármennyire is változik egy társadalom, Magyarországon a klasszikus férfi-nő szerepek továbbra is megmaradtak. Egy férfi számára mindig nagyon fontos volt a munka, és mindig nagyon fontos volt a család. Sajnos a férfi nem kevésbé tud alkalmazkodni azokhoz a kihívásokhoz, amit egy 21. vagy 20. századi társadalom jelentett. Nehezen tudták elfogadni azt, hogy munkahelyváltozások, munkahely megszűnések jönnek az életükbe, és új munkahelyet kell keresniük. Avval, hogy a munkahelyük elveszett, nem tudtak megbirkózni, maga az apa szerep és a férfi szerep a családon belül ez miatt csorbult. És gyakorlatilag egy közösségen belül, egy családon belül teljesen elmagányosodtak, ugye nagyon nagy szerepe lett az alkoholfogyasztásnak, ami szintén ugye tekinthető egy prolongált öngyilkosságnak. Ezekkel az elvesztett szerepekkel a nap mint napi szembesítés és szembesülés, én azt gondolom, hogy mint egy mókuskerék csak tovább ronthatta és rontotta egy férfinek a helyzetét. A 2016-os statisztika nagyon pozitív képet mutatott, mondja Kertész Ágnes. A jelentős csökkenés pozitív visszajelzés a munkáról. 2016-ban 1736 ember vesztette az életét saját maga által, tehát öngyilkosság következtében, ami egy jelentős csökkenést mutat, akár az elmúlt évekhez képest is. Az utóbbi 30 évben gyakorlatilag egy folyamatosan csökkenő tendenciát észleltünk. Ez a tendencia, hál' Istennek, 2010-től folyamatosan felgyorsult, és ez azt is jelenti, hogy 2010-től 30%-kal csökkent azoknak az embereknek a száma, akik önkezőkkel vetettek véget az életüknek. Ez a pozitív elmozdulás a mentális zavarok társadalmi megítélésének változásában keresendő. Ma már a problémával küzdők megfelelő ellátásban részesülnek, már nem kriminalizálják a helyzetet, és megfelelő segítőhálózat és szakellátás közösen jutott arra a helyzetre, hogy egyre kevesebbszer kell fájó búcsúleveleket olvasni valakitől, aki úgy döntött, véget vett az életének. Néma gyilkosként emlegetik, hiszen a megbetegedés nem okoz semmilyen fájdalmas tünetet. Aztán, amikor a végzetessé válik a helyzet, sokszor már késő beavatkozni. Akkor lesz erénnel kapcsolatban sokat évhét. Ezen a maketten jól látszik, hogyan szűkül be az érfal, és lesz egyre nehezebb dolga a szívnek, mely sok esetben végzetes lehet. Ennek egyik oka a koleszterin, illetve annak az a fajtája, mely árt. Mert a közhiedelemmel ellentétben van jó koleszterin is. A koleszterin az egy sokrétű, többrétű dolog, többfajta koleszterint ismerünk, és akkor, amikor összkoleszterinről beszélünk, természetesen maga az összkoleszterin kell, hogy egy bizonyos normál értéket ne haladjon meg, de azon belül többfajta koleszterin vagy zsírféleség létezik az emberi szervezetben. Nem is lehet sajnos egyetlen normál értékkel ezt definiálni, hiszen az, ami egy fiatal férfinak, nőnek még akár nem számít magasnak, mondjuk ez egy 5,2-6,5 millimol per liter közötti összkoleszterin érték, az bizony egy cukorbetegnek, egy lezajlott érbetegség, infarktus, koszorértágítás után lévő betegnek, ez messze magas, tehát akár ennek a fele a célérték, ami alá le kell vinni a koleszterint. Olyan ez, mint az örökérvényű western film. A jó, a rossz és a csúf. A jó koleszterin az úgynevezett HDL koleszterin, amely azt végzi, hogy az érfalban lerakódott koleszterint igyekszik eltávolítani, visszaszállítani a májba, ahol aztán lebomlik. Tehát a HDL koleszterinből nincs az az érték, aminél magasabb érték ne lenne hasznos. Ő a jó koleszterin. Aztán van a rossz koleszterin, ami a valóban a gonosz, amely az érfalba belépve kialakítja az érelmeszesedés folyamatát. Ezen az ábrán magának a rossz koleszterinnek, a gonosz koleszterinnek a szerepét lehet nagyon szépen látni. Ő az, amelyet ezzel a kis sárga zsírcseppekkel szoktunk ábrázolni. Hogyha ez magas értéket mutat, akkor ez nagyon könnyen be tud kerülni, be tud diffundálni az érfalba egészen korán, egészen fiatalon. Tehát
Sajnálatos módon 20 évesek balesetben elhunyt 20 éveseknek a bonclelete is mutatja már az aortafalban, a főtér falában azt a kis sárga felrakódást, amit bizony, ha magas ez a rossz koleszterin szintjük, a laboreleten ezt LDL koleszterinként fogják az emberek megtalálni. Ebben az esetben ez be tud jutni az érfalba, és nagyon korán kialakítva ezt a kezdetben félholtszerű, majd egyre nagyobb eltérést, egy érfali lerakódást, érelmeszesedéses plakkot képezve kialakítja a koszorúja szűkületet. Ugye említettük ebből a filmből a csúf szerepét, ő pedig a triglicerid, a hagyományos vérzsír, aminek szintén jó, hogyha egy bizonyos érték alatt van az összértéke. Egyfajta másodlagos rizikó tényezőként a triglicerid szint is fokozza az érelmeszesedés kockázatát. Ráadásul a koleszterin féleségek triglicerithez kötve is keringenek a vérben, tehát minél magasabb ez a csúf triglicerid szint, annál inkább másodlagosan fokozza a gonosz, az LDL koleszterinnek a szintjét. Tehát ennyire összetett a kép, nem lehet csupán önmagában koleszterinről és zsírról beszélni, legalább ezt a három féleséget, a jó koleszterint, a rossz koleszterint és a trigliceridet, a csúfot kell ismerni. A magas ártó koleszterin szint lehet örökletes betegség, de nagyban befolyásolhatja az életmód és a táplálkozási szokások is. A kellő hasznos gyógyszeres kezelés nem jelent önmagában megoldást, hogyha emellé nincsen az életmód, az étrend hozzáigazítva. És mi számít a kardiológus szempontjából szívbarát, egészséges étrendnek? Az egészséges étrendből lehetőleg a telített zsírokat, a telített zsírsavakat száműzni kell, vagy legalábbis ezt nagyon le kell redukálni, az össz fölvett zsírmennyiségnek a 10%-a alatt kell legyen a telített zsírsavaknak a mennyisége. Ezek a telített zsírsavak az állati eredetű zsíradékok, a marha, a sertéshús, illetőleg a baromfiknak a zsíros része, azt tartalmazza a telített zsírokat. Ezeket a lehető legalacsonyabb szintre le kell redukálni. Viszont a telítetlen zsírsavak, amelyeket döntően a tengeri halak, az olajos magvak, az oliva, ezek tartalmaznak, azok igenis előnyösek, hiszen azok emelik a jó koleszterin, csökkentik a rossz koleszterin, míg a telített zsírsavak pont az ellenkezőjét váltják ki. Üzletekben látunk esetleg kókuszsírt, látunk pálmaolajat, ezek viszont az állati zsíradékokhoz hasonlóbbak, tehát ezeknek nem szabad bedőlni, hogy ilyennel táplálkozva egészségesen fogunk étkezni. És még egy fontos dolog, amire szintén szerencsére a magyar táplálkozási előírások és a kereskedelmi előírások is felhívták a figyelmet, hogy a transzsírsavak, amelyek természetes módon nem képződnek, viszont a feldolgozott élelmiszerekben, a margarinokban, a gyors étkezdékben, a sült krumpli készítésekkor keletkeznek, ezek viszont rendkívül aterogénnak, rendkívüli módon abba az irányba hatnak és módosítják a zsírsavakat, hogy az érelmeszesedést kiváltsák. A rozsdús táplálkozás, a magvak, a zöldségek napi fogyasztása megakadályozza, hogy a rossz koleszterinek belépjenek az érfalba. Nagyon fontos a sófogyasztás visszaszorítása, mondja Bencúr doktor. A mai magyar étrend az egészséges érték majd kétszeresét használja. A legsúlyosabb tényező azonban a dohányzás, melynek elhagyása a kardiológus véleménye szerint az első lépés az ilyen típusú betegség elleni harcban. Egy belgyógyászati eljárás betanítása zajlik a Balassa János kórházban, melynek segítségével olyan gyomorvérzések gyógyíthatóak egyszerűen, mely eddig bonyolult beavatkozásokat igényelt. A módszer lényege egy spré, melyet endoszkop segítségével juttatnak el az érintett területre. Endoszkopos vizsgálatra készülnek a kórházban. A beteg gyomrában vérzést állapítottak meg. A helyzet mindennapos, ám ezúttal egy új gyógyítási módszer bemutatása zajlik. A képzeletbeni beteg gyomrát ez a fekete táska jelképezi, amiben egy műgyomor lapul. A vizsgáló bevezeti a műszert a gyomorba, és az eddigiektől eltérően egy rövid spréfújással elállítja a vérzést. Még arra sincsen szükség, hogy ismerje a pontos helyet. Alapvetően ezt az amerikai hadsereg fejlesztette ki, ezt a port, nyílt harcászati területen használták, bevetések közben katonáknál, amikor vérzésre került sor, ezzel csillapították magát a vérzést. Kanadában például használják, ott nem csak a felső gastrointestinális traktusban, hanem a kolonban is használják. Egyedül ez az egyetlen ország a világon, ahol mindkét területen tudják használni, igazából Európában csak nyelőcső, gyomor és duodenumban használatos. Kovácsik Zsolt helyettes főorvos azt mondja, napi rendszerességgel van dolguk vérző belső emésztőszervek gyógyításával. A korábbiakhoz képest nem igényel olyan pontos
célzást, nem kell közvetlenül a szövetekhez érni, nem okoz szöveti traumát, ellentétben az eddigi mechanikus módszerekhez képest, ahol vagy össze kellett csípni egy klippel a vérző felületet, vagy valamiféle eszközzel megsütöttük. Tehát ez sokkal szövetbarátabb módszer, és talán sokkal gyorsabban is használható, tehát értékes időt lehet nyerni egy olyan kritikus helyzetben, amikor vérzik a beteg, folyik a vér. Itt elsősorban időt tudunk nyerni, gyorsan meg lehet szüntetni a vérzést. Magában a gyógyulási folyamatban közvetlenül ez az anyag nem játszik szerepet, ez egy szervetlen por gyakorlatilag, ami magába szívja a környezetből a nedvességet, koncentrálja ott az alvadási faktorokat, ezáltal egy ilyen mechanikus barriert hoz létre, ami megállítja a vérzést, illetve a koncentrált alvadási faktorokon keresztül egy gyorsabb véralvadási folyamatot indít el ott helyben. Viszont nem szívódik fel, nem kerül a véráramba, tehát szövődményektől, komplikációktól, távoli hatásoktól nem kell tartani. Tehát ez egy nagyon biztonságos és jól használható, gyorsan használható eljárás. Ezzel, mondja Kovalcsik doktor, megelőzhetőek és kiküszöbölhetőek az esetleges sebészi beavatkozások, amely hosszú gyógyulási időhöz vezetne. A napi rutinban gyakran találkozunk különböző vérzésekkel a tápcsatorna különböző szakaszán. Ez az új módszer annyiban nagy segítség, hogy nem kell pontosan megközelítenünk a vérzőfelületet, nem kell milliméter pontosan célozni és felhelyezni egy klippet, ami a mozgó perisztaltikát végző tápcsatornában sokszor nagyon nehéz feladat, főleg egy kritikus állapotú betegnél, hanem egy-két centiméteres távolságból ezt a sprét, ezt a port kifújva gyakorlatilag hatékony vérzéscsillapítást lehet elérni, még olyan esetekben is, amikor pontosan nem is tudjuk meghatározni a vérzésnek a pontos helyét, csak magát a vérzés tényét látjuk, ez a spré akkor is hatékony lehet néhány centiméteres távolságból. A módszer rendszer beállítása jelenleg már zajlik a kórházban, ami azt jelenti, hogy rövidesen a napi gyógyítási rutin részévé válhat, megkönnyítve az orvosi munkát és a gyógyulást. Viszontlátásra!